Az idei aszályos időjárás minden kertészeti kultúrára hatással volt, így a kukorica is megsínylette a nyári meleget és a csapadékszegény hónapokat. Agusztinyi Nagy András, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője elmondta, öntözés nélkül már szinte nem is lehet normális hozamú kukoricát termelni Magyarországon. A kukorica betakarítás már majdnem a vége felé közeledik, ennek az eredményéről, amit el tudok mondani, sajnos messze-messze elmarad a több éves átlagtól. Hallok itt a környékről 15-20 mázsától kezdve 60-70 mázsáig, ami nagyon-nagyon rossz termésnek minősül. A felvásárlások sajnos nem követik hülyen ezt a minimális termést, mert olyan 4200-4300 forint körül van, 4-4500 forint között van a kukorica ára. Az öntözés és a modern lomtrágyák jelentős termés hozamemelkedést jelenthetnek, azonban ezek a termelési költségeket is megemelik, amiket a felvásárlási árak nem tudnak kompenzálni. Árban körülbelül a tavaly is itt volt, csak termésbe, tehát kimerem jelenteni, szinte a duplája volt. Tehát a mostani 30-40 mázsával szemben tavaly 70-80-100 mázsás kukoricák jöttek, sőt nem volt ritka 100 mázsán felüli kukoricák. Azokon a területeken, ahol tavaly előtt, tehát az előző években bőven 100 mázsán felül volt, most ott is olyan 60, tehát a fele termés, amivel lehet számolni. Agusztinyi Nagy András hozzátette, a kukorica a virágzáskor jelentős csapadékmennyiséget igényel, ami az ország keleti felében a szárazság miatt tovább rontotta a várható termésmennyiségeket.